Ezrek tüntettek Görögország több városában csütörtökön a Jón-tengeren hajótörés szenvedett migráns bárka miatt. A tragédia legalább 78 ember életét követelte, és százak tűntek el, köztük rengeteg gyermek. A tüntetők azzal vádolták az uniós és a görög migrációs politikát, hogy az Európát erőddé, a földközi tenger pedig halottak tengerévé változtatta. A görög hatóságok emberkereskedelem vágyával letartóztatta 9 egyiptomi túlélőt. António Guterres ENSZ főtitkár európai szintű intézkedéseket sürgetett. Fogalmazunk világosan, ez nem görög probléma, ez egy európai probléma. Úgy vélem, itt az ideje, hogy Európa legyen képes egy szolidáris és hatékony migrációs politikát meghatározni annak érdekében, hogy ilyen helyzetek soha többé ne fordulhassanak elő. Olaf Scholz német kancellár is közös és egymást támogató rendszer sürgetett annak érdekében, hogy az emberek ne válasszák ezeket a veszélyes menekülési útvonalakat. A túlélők azt mondták, hogy több mint 700-an utazhattak a halászhajón, amely az egyiptomi partoktól indult, majd Líbia érintésével tartott Olaszországba. A hatóságok már feladták a reményt, hogy további túlélőkre bukkanhatnak, a szerencsétlenségnek itt több mint 500 halálos áldozata lehet.